kétfajta gomb van, a föl meg a le. És én megnyomom a fölt. És jön a másik, hogy ez a vénöreg azt, hogy biztos nem, ő meg megnyomja a let, mondom. A pincébe megy? Szóval miért? Hát mondom, mert a fölfelé az a fölfelé. Miért? Fölfelé megyek? Hát mondom, én is. Tehát én, hogy mondom, én ledumálom az egészet, engem már nem tudnak ezzel fölhúzni. A másik, hogy a türelmetlenség, meg a kapkodás, ez tényleg, ez inkább pénztáraknál áll az ember, kocsival megy a bevásárlóközpontba a pénz. Na ott sokkal türelmetlenebb kell. Ez a gombnyomás, ez egyik szimptomája annak, hogy az emberek már feszültebbek. De egy ilyen tólókocsisnál meg ugye pláne bejön az, hogy mennyi van neki, meg sok minden. Milyen az, amikor a hátában érzi a másik kosarát? Igen. Akkor azt mondom, hogy jaj, ne haragudjon, hátrébb léptem, mert hogy hozzáértem a kosarához. Ó, úgy csinál, mintha önért volna hozzá, igen. Ez nagyon kedves. Mert én inkább elsimítom, én nem keresem a konfliktust, én inkább elsimítom a konfliktust. Minden helyzetre van egy ilyen megoldása, ahol kedvesen átvállal a problémából egy keveset. Ez az öregség előnye. Tehát ehhez bele kell öregedni. Tehát ez fiatal, lendületesen ezt nem lehet csinálni, ez kell egyfajta ilyen megbölcsülés. Ugye minek? Hát egyszer élünk, most mit harcoljak én? Hát inkább mondok valami, aminek örül, aztán majd rájön később, hogy rosszat hallott. Nem ez az élményünk a kor előre haladtával az emberekkel kapcsolatban, hogy egyre türelmesebbek lennének, hanem én is magamon észreveszem, hogy egyre türelmetlenebb igyekszik lenni magamtól a szervezetem, és én ez ellen külön munkát fektetek be. Hogy nagyon helyes, dolgozzon is rajta. Egyébként, hogy az emberek, meg itt szóval általánosítani, az borzasztóan veszélyes. Azért veszélyes, mert az ember a rosszat általánosítja. Tehát az, hogy az öregek azok ilyenek, meg olyanok, meg türelmetlenek. Veszélyes az általánosítás, az biztonságot jelent, hogy felkészülök a legrosszabbra, ami történhet, és remélem, hogy a legjobb fog történni. Hát ha reméli, a legtöbb ember nem is várja el. A saját magára veszélyes, a vérnyomására veszélyes. Komolyan mondom, ha az ember eleve mindig a rosszat várja, akkor minek él? Hát a napokat kell úgy megélni, hogy abból jöjjön ki valami jó. Ha mindig a jót várom, mindig csalódni fog. De nem fog, mert az ember be tudja ezt, hogy szugerálni, hogy akkor jó fog történni. Ha rossz, akkor meg átképpen megyek, tovább jön a jó. Csak ebből a kettőből lehet választani? Hogy jó vagy rossz? Hát, hogy melyiket várom. Mi lenne, ha nem várnám egyiket se? Az... Hát akkor menjen el egy ilyen hegyi vidéki tüdőszanatóriumba, vagy egy elefántcsatoronyba, és ott meditáljon, és akkor nem fog történni semmi. Nekem ez megfelelne. Hát ezt gondolom, hogy egy darabig megfelelne, aztán utána már kéne valami kis inger. Manci néninek bajsza van, Pentmáriás vagyok, mert akkor vagyok biztonságban. Csinálják! Az elkésés, az szerintem egy alapvető emberi bűn. Nem megyek sehová hivatlanul, és korábban. Helyes. Ha segítséget kér, a másik boldog lesz, hogy rá szükség volt. Hát igen, ha van miből adnia. Élőben Jófej! Mit jelent az, hogy illik? Horváth Oszkár aduásza ezúttal a protokoll szakértő, Görög Ibolya. Vigyázz, az Ibolya jön, nagyon igényes, csak hülye. Minden szerdán, este 10 előtt 5 perccel. Ha ez önfeláldozásnak érzi, akkor nagyon rosszul nevelték. Csak itt, nálunk, az ATV.